Életének 74. évében elhunyt Szűcs Mihály, a Sárospataki Református Gimnázium nyugalmazott testnevelő tanára. Diákként az iskola tanulója volt, majd az egyetem elvégzése után 1974-ben, mint pedagógus tért vissza az Alma Materbe, ahol nyugdíjba vonulásáig tanított. Tagja volt a Sárospataki Öregfiúk csapatának, 2005-ben egykori tanáráról elnevezett Szabó Károly díjban is részesült. Az ekkor készült portréfilmmel emlékezünk a kiváló pedagógusra, sportemberre, akit 2020. június 27-én helyeztek örök nyugalomra Sárospatakon. A testnevelő egy érdekes ember, bár az életében meghatározó helyet tölt be a sport, mégsem elsősorban önmagára, hanem a rábízott gyerekekre, fiatalokra gondol, és értük tevékenykedik. Mindezt a háttérben úgy, hogy esetlegesen sportolók és sportolók kerülnek ki a kezei alól. Egy ilyen testnevelő kapta idén Sárospatakon a Szabó Károly díjat, Szűcs Mihály. Biztos, hogy minden testnevelő tanárnak van kedvenc sportága, fiatal korában már meghatározóvá válik, hogy kinek melyik. Nekem leginkább a torna és a labdajáték közül a labdarúgás, amelyik a kedvenceim közé tartozik. Most ki is mondta, hogy fiatal korában meghatározóvá válik. Ezek szerint akkor mind a kettőt művelte. Melyiket, hol, hogyan? Mind a kettőt, sőt, ismét visszatérek, hogy a testnevelő tanároknak eleve minden sportágat végig kell próbálni, idézőjelben próbálni a testnevelés egyetemen. És gyerekkoromban tornával kezdtem, mind a mellett, hogy futottam, ugrottam, dobtam és futballoztam. Tehát ezek a fiatalkori gyerekévek voltak elsősorban a meghatározóak. A legtöbb testnevelő, illetve tanatanárról az a feltételezés van, hogy egy örök mozgó, mindig sport körül gondolkodó, a sportért tevékenyen tevő ember lesz az. Ez valóban így van-e, hogy a testnevelőnek együtt benne kell élni a sportban, vagy pedig lehet ezt zárójelbe téve külső szemlélőként is végezni? Hát külső szemlélőként elég nehéz végezni, már csak azért is, mert mint említettem, minden sportágat igyekszik az ember művelni, kicsit eredményesebben, vagy kevésbé eredményesen, de az egészségéért dolgozik elsősorban, és úgy gondolom, hogy ez a leglényegesebb és legfontosabb. Tanár úr, mikor döntött el, hogy testnevelő tanár lesz, és egyáltalán honnan jött az ötlet? Mert akár a sport szeretetéből kiindulva lehetett volna, teszem azt, ilyen sportoló. Kisfaluból érkeztem az általános iskola elvégzése után ide Sárospatakra, a gimnáziumba, és ezek voltak elsősorban a meghatározó évek, és a testnevelő tanárom, aki Szabó Károly volt, és ő szeretette meg igazán mindazokat a sportágakat elsősorban, amiket ő kedvelt, és azoknak a kiegészítéseként pedig a labdajátékokat is, és a téli sportágakat is. Tehát innen indult a sport megszerettetése, és végül ide jöttem vissza később ebbe az iskolába tanítani, ahonnan indultam. Gimnázium elvégzése után egyértelmű volt, hogy testnevelő-tanári pályára lép? Igen, már harmadikos koromban kezdett kirajzolódni, hogy ez az a pálya, ami talán leginkább alkalmas lesz arra, hogy az életem során ebben tevékenykedjek és dolgozhassak. Úgy éreztem, hogy ez lesz az, ez az a pálya.
Az egyetemi évek azok meghatározóak minden ember számára. Mint testnevelő tanár, mint testnevelő hallgatom, belekóstolt mindenféle sportágban. Sportolt-e ezen belül valamelyikbe úgy, hogy abba komolyabb eredményeket tudott elérni? Volt-e erre módja, vagy pedig inkább azt az elvet vallott, amit az elején is mondott, hogy próbáljunk bele mindenben, mindent ismerjünk meg, és mindenben legyünk valamilyen szinten otthon? Igen. Minden sportágat végig gyakorol a Testnevelési Egyetemen a hallgató, mert ugye ez kötelező. De van szabadon választott lehetősége, amelyik sportágat leginkább kedveli, azt választja. Mint említettem, én tornászként kerültem a Testnevelési Egyetemre, de végül is annyit nem tudtam akkor még, mint az évfolyam társaim, vagy azok, akik tornászként is dolgoztak a Testnevelési Egyetemen. És nem ijedtem meg tulajdonképpen, de lehet, hogy picit a könnyebb folyás irányába léptem akkor, amikor egy év után a tornát szakosztályt ott hagytam, és a labdarúgó sportcsoportba kerültem át, amit 3 éven keresztül műveltem, és abból is szakosodtam. Egyetemi évek után visszatérés Sárospatakra. Milyen érzés volt visszajönni abba az intézménybe, ahonnan elindult tanár úr? Nagyon érdekes volt. Tulajdonképpen a Testnevelési Egyetem elvégzése után nem kezdtem el rögtön tanítani, és nem Sárospatakon, hanem labdarúgóként dolgoztam, tevékenykedtem néhány évet, tehát az volt a főállásom több csapatnál. És amikor elkezdtem főállásban tanítani, akkor Tokajba először, Tokajban tanítottam, majd Tokajból hívtak át ide a régi öreg gimnáziumba, és hát 1974-re tehető ez az év, és azóta itt vagyok, ebben az iskolában tevékenykedek. Ez számomra érdekes. Milyen volt főállású labdarúgónak lenni? Ezt úgy képzeljük el, mint a mai profik, tehát, hogy elmennek, szerződést kötnek velük, és bizonyos időtartamra egy-egy csapathoz vannak elkötelezve, vagy pedig úgy képzeljük el, mint egy valódi munkáját, ahol az ember reggel bemegy, délután pedig végez. Hát igen, ez tulajdonképpen a mai profizmusnak megfelelő, csak ez a szocialista rendszer profizmusa volt. Ezek végül is alibi állások voltak, hogy úgy mondjam, mert volt munkahelye a labdarúgónak, és attól függött, hogy a csapat milyen szinten játszott a nemzeti bajnokság melyik szintjén, annak megfelelően kellett a dolgozóknak bejárniuk, vagy éppen csak benéztek a munkahelyre, és aztán indultak edzésre, és utaztak a csapattal, tehát én is így tevékenykedtem azokban az években. Szerencsés voltam olyan tekintetben, hogy a szakmából nem estem ki végül is, mert a helyi gimnáziumba és szakmunkás képzőbe, amikor edzések nem voltak, akkor ott tanítottam, műveltem a szakmámat ez alatt az időszak alatt is. Térjünk vissza akkor oda, hogy Tokajból megérkezett ide Sárospatakra tanítani. Onnantól kezdve a lendület töretlen is folyamatos, gyakorlatilag csak a gimnáziumért dolgozott ez időszakban? Igen, főleg itt az iskolában természetesen, és hát amíg fiatalok voltunk, addig azt hiszem, hogy az energiánk is, és az időnk is főleg több volt, sokszor elgondolkodunk és beszélgetünk a kollégákkal, hogy 3-4 szakosztályunk is volt annak idején. Most minden kollégám egy-egy sportcsoportot, egy-egy szakosztályt visz. Hát nem tudom, hogy fér bele az időnkbe, természetesen úgy, hogy még este 10 órakor is edzéseket tartottunk, és hát ez olyan lendületet adott a munkánkhoz, és jöttek a sporteredmények, kisebb-nagyobb sikerek, hogy ezek mindig újabb és újabb lökést adtak a munkánkhoz.
Mikor voltak eredményesebbek a fiatalok? Régebben, vagy most lehet ilyen konzekvenciát levonni? Vagy pedig mindenkornak megvannak a maga tehetségei? Hát minden korcsoportnak megvan a maga tehetsége, tehetségei. Most már úgy érezzük, hogy egyre kevesebb, természetesen még mindig vannak szép eredményeink, egyre kevesebb azoknak a tanulóknak a száma, akik igazán még a sportért, azért, hogy egyrészt egészségesek legyenek, másrészt a sport eredményekért dolgozzanak. Régebben azért a pályán kezdetén több tehetséges tanulóval tudtunk foglalkozni, mert ők is akartak. Tehát így jöttek a tehetséges tanulók, hogy jobban akartak, többet akartak. Nem volt annyi elvonó tényező, mint manapság. Tehát ezért is voltak többen és eredményesebbek. Gondolom én ez a több tehetség, ez hozott bőven eredményt. Melyekre a legbüszkébb? Mi az, amire, hogyha felelevenítik a pályafutását, akkor nagyon szívesen gondol vissza, és amire nagyon büszke? Hát büszke vagyok azokra a kezdeti sikerekre, amit tornászokkal, kosárlabdázókkal, labdarúgókkal, atlétákkal értem el, értünk el. Úgy kell mondanom, hogy értünk el, mert természetesen a kollégák segítsége is mindenben a munkában benne van. Ritkán fordul az elő, hogy egyedül csak egy embernek köszönhető az a tevékenység, tehát itt a mi munkaközösségünk nagyon jó munkát végzett, nagyon jó munkát végez, mind a mai napig is kölcsönösen segítjük egymást az eredmények elérésében. De az előbb említett tornászok, atléták, labdarúgók, újabban úszók, ismét tornászok nagyon szép eredményeket érnek el, sakkozóink nagyon jól teljesítenek az országos középiskolás diákolimpiai versenyeken, tehát azért még mindig vannak ügyes és jó sportoló gyerekeink, hála Istennek. Kanyarodjunk el egy nagyon picit a pedagógusi pályától, hiszen számunkra is meglepetésként, de ugye megtudtuk, hogy van egy hobbi, ami hát akár sportnak is tekinthető. Ez szintén a gyerekkorból származtatható, mert édesapám révén mondhatnám úgy is, hogy hamar megcsapott a benzingőz, és már kisgyerekkoromban is szerettem gépkocsikkal foglalkozni, gépkocsikat vezetni. Már akkor, amikor még jogosítványom sem volt, na de akkor más volt a közlekedés. Hát aztán ez folytatódott tovább a hallgatói éveim során, és utána volt egy kis szünet, de még mindig nagyon szívesen és nagyon szeretek vezetni, és amikor alkalmam és lehetőségem adódik nyári szünetbe, tavaszi szünetbe, hogy egy nagyobb gépkocsiba is beüljek, esetleg egy kamionba, akkor nagyon szívesen vállalom az ilyen jellegű munkákat, mind belföldön, mind külföldön. Azt hiszem, hogy inkább azok az események és történések, amik egy-egy külföldi út során történnek, azok az izgalmasak, azok, amikor kapcsolatot tart az ember olyan kollégákkal, akik esetleg több ezer kilométerrel távolabb közlekednek szintén a közutakon, és ők mesélnek egy-egy élményt, hogy éppen merre járnak, vagy éppen segítséget nyújtunk egymásnak, hogy valahol forgalmi akadályok és egyebek vannak, vagy egy kompártkelésnél, tehát ezek mind olyan élménydús. Bár ugyan azt mondják, hogy ez egy nagyon jó dolog, mert sokat lát az ember, ez nincs teljesen így, mert menet közben az ember legfeljebb a vidéket látja, de arra nincs lehetőség, hogy városnézés és egyebek. Tehát tulajdonképpen, aki ezt szereti csinálni, nem is azért csinálja, hogy sokat lásson, hanem beül a volán mögé, és attól kezdve nyugodtá válik, és ha ez szórakozás és hobbi, akkor ez nagyon jó dolog. Azt szokták mondani, hogy pedagógusság kényszerből nem lesz az ember, tehát ez is egyfajta szerelem, és ahogy beszél a kamionozásról, tehát a teherfuvarozásról, úgy látom tanár úr életében az is egyfajta szerelem. El tudnák képzelni, hogy olyan dolgot kelljen művelni, ami kötelező, de annyira nem a szívéhez kötött? Szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezt hobbiként csinálhatom, amikor alkalmam adódik. Ha ezt január 1-től december 31-ig kellene csinálni, nem tudom, hogy meddig tevékenykednék. Valószínűleg, hogy szeretném, de
ugyanígy vagyok a testnevelő tanári pályával, hogy ezt azért választottam, mert nagyon szeretem, rendkívül szerteágazó, nagyon szeretek a fiatal környezetében lenni, és próbálom ezt a munkámat úgy végezni, hogy ha igény mutatkozik, akkor még más intézményekhez is besegítek óradónként, és ez színesíti a mindennapos tevékenységemet. Apropó, mi a jobb érzés egy pedagógus számára, amikor az egyik tanulója sok közül egy kiváló eredményt hoz, vagy pedig amikor látja azt, hogy hogyan fejlődik egy csoport, egy osztály, egy tanulói közösség? Igen, nagyon sokszor elgondolkodtam azon, hogy ki a jó testnevelő. Én úgy érzem és úgy gondolom, hogy mindenféleképpen az, akinek a tanulói jól fejlődnek, egészséges életmódot folytatnak, és az egészségükért tevékenykednek, és hogyha ezt beláttatjuk velük, hogy ezt így kell végezniük, és így kell a testnevelés órákon, edzéseken dolgozniuk, azt hiszem, hogy ez a fontosabb. Az, hogy emellett még jönnek kisebb-nagyobb eredmények, az csak habatortán, és annak külön örül az ember. De az egészséges ifjúságért kell elsősorban dolgoznunk, én így érzem. Sárospatak sport életében hosszú időn keresztül kiemelkedő munkája elismeréseképpen Szabó Károly díjban részesül Szűcs Mihály. Nem csak tanár úr gondolkodott el azon, hogy ki a jó testnevelő, hanem a Sárospataki képviselőtestület is, hiszen megtisztelte egy díj, ami pedig a Szabó Károly díjjal a közelmúltban. Milyen érzés volt ezt átvenni? Mennyire lepődött meg ezen, hiszen személyes kapcsolata is volt Szabó Károllyal? Igen, testnevelő tanárom volt Szabó Károly, és nagyon szerencsés vagyok, hogy még vele, ha bár ő már nyugdíjas volt, még sikerült találkoznom, és egy-két évig együtt tevékenykedni. Hát az, hogy mennyire lepett meg, természetesen egy kicsit meglepett, és nagyon jó érzés volt, hogy a testület rám is gondolt, és arra külön büszke vagyok, hogy ezt a díjat ebben az évben megkaphattam, és nem csak azért, de különben is ugyanilyen lelkesedéssel fogok tevékenykedni és dolgozni, és tovább szervezni a Szabó Károly atlétikai emlékversenyt, mint ahogy ezt az elmúlt években már elindítottuk, és folytatjuk és csináljuk a tanulókkal együtt. Ön szerint fontos még manapság a testnevelés? Hiszen annyi minden bekerült a fontossági sorrendbe az utóbbi néhány évben. A diákok, a szülők, akár a testnevelők fontosnak tartják még azt, hogy az a gyerek, aki tanulára jár, az ne csak lelkileg, hanem testileg is fit legyen? Egyre inkább fontosabbá válik ez a gondolat és ez a kérdés, és jó lenne, hogyha ez nagyon gyakorlativá válna. Mint ahogy említettem, az elmúlt évtizedekben annyi a más irányú tevékenységük a tanulóknak, ami elvonja a szabad idejüket, és ezért rendkívül sokat tevékenykedünk és dolgozunk a kollégáinkkal, hogy az a két testnevelés óra sajnos már, ami még megvan, nem tudjuk, hogy meddig. Ez irányban a fejlődés nagyon rossz és nagyon negatív. Tehát mindenféleképpen az lenne a cél, hogy a testnevelők száma emelkedjen egyrészt. Több időnk jusson arra, hogy a tanulókkal foglalkozzunk, és egy kicsit a gondolkodásukra is hassunk, hogy a rengeteg tanulmányi munkájuk mellett, az elméleti munkájuk mellett csak az az ember tud érvényesülni, akinek a szellemi tevékenységét mozgás is kiegészíti, mert csak így lehet egységes és egész egy ember. Sajnos nem igazán fogékonyak a tanulóink. Vannak nagyon sokan osztályok, ahol összefognak és eljutnak odáig a tanulók, hogy mennyire fontos, és ők érzékelik is azt, hogy mennyire fontos, hogy a tanulmányi munkájuk mellett, ha mozognak, mennyivel könnyebben tanulnak.
Tehát ez lenne a cél elsősorban ilyen kevés óraszám mellett. Egy testnevelő tanár, de legyen akár pedagógus bármilyen más szakon, van olyan, hogy leteszi a lantot? Tehát valaha is abba hagyja a munkásságot, vagy pedig a tevékenykedés, a saját szakmája iránti ragaszkodás, tenni akarás az végig kíséri élete végéig. Az a szakember, most mindegy, hogy testnevelő vagy nem testnevelő tanár, tehát az a szakember, aki a munkáját nagy szeretettel végzi, mondhatnám úgy is, hogy szerelmes abban a tevékenységében, amit végez, az nem fogja abba hagyni. Tehát ha az anyagiak vezérlik, akkor azt hiszem, hogy nem ezt a pályát kell választani, hanem más egyéb jó fizető pályát, munkát, munkakört, és aki ezt választja és ott hagyja a pályáját, az úgy gondolom, hogy a szakmáját nem igazán szereti.